Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre. Kávézol-e, és ha igen, akkor hogy kérnéd a kávét, feketén vagy fehéren? Köszönöm a invitálást, és mindenképpen fehéren kérném. Most nekem is nagyon sok ismerősöm van, aki szeret utazni, jó magam is, és most már egyel több. És örülök, hogy tudtunk időpontot egyeztetni, mert most már veled nem olyan nagyon könnyű. Ami az életed első részét, hát több mint első felét jellemzi, ugye az Nyírbátor városa itt Szabolcs megyében, viszont egy pár éve már egy egészen más éghajlaton hajtott nyugovóra a fejed, és ez Tenerife. Ugye Spanyolországról beszélünk. Gyerekkorodra visszagondolva, Gábor, mennyire lehetett ezt sejteni, hogy esetleg ennyi idős korodban azt fogod csinálni, amit most csinálsz? Mert hogy mit is csinálsz konkrétan? Mindenképpen volt benne valamilyen kis vonal még a gyerekkoromban, mert szerettem azért utazni. Viszont amikor tini lettem, nem tudom miért, volt egy olyan kis, mondjuk úgy, hogy olyan életérzésem, hogy nem szerettem volna elhagyni úgy még a Szabolcs-Szatmárnak a megye határása nagyon. És valahogy úgy alakult, hogy Budapestre költöztem, és ahogy lépcsőzetesen ez ment tovább, mert Budapestről kiköltöztem Görögországba, Görögország után 3 évet éltem ott, utána kimentem Németországba 4 évet, ott nagyon hiányzott a napfény, és így fokozatosan kikerültem egyre messzebbre a szülőföldemről, és így kerültem amúgy Tenerifére is. És hát ez egy nagyon hosszú sztori, hogy pontosan hogy kerültem ki, de a rövidített verziója az, hogy egy barátommal szerettünk volna közösen menni Dél-Spanyolországra, és ő javasolt a Tenerifét. És miután akkor került nekem teljes mértékben az én mondjuk úgy a tudatomba, hogy a Tenerife-hez hol helyezkedik el, vagy pontosan milyen időjárás van ott, vagy milyen tényleg a pontos éghajlata. És amikor először kimentünk, az teljes mértékben szerintem szerelem volt első látásra. Minek készültél, mikor kisfiú voltál? Hogyan képzelted el magad felnőttként? Nekem teljesen más vonal volt őszintén megvalva, mert nekem van egy mozgássérült húgom, és mindenképpen gyermekkoromban orvos szerettem volna lenni. Sajnos ez nem jött össze, de nem is bánom őszintén megvalva, mert az elején, amikor kicsi voltam, akkor olyan szép hivatásnak tűnt. Viszont én rájöttem arra, hogy annyira érzékeny vagyok, hogy ha, lehet, hogy 100 embert megmentek, vagy 200-at, vagy még többet, de hogyha egy meghalna úgymond a karjaim között, én azt nem bírnám elviselni őszintén megvalva. Ezért ebből a szempontból nem bánom, hogy tényleg nem jött össze. Sokáig kerestem azt a hivatást, ami álom hivatás lenne nekem. Tényleg voltam a hivatásos katonától kezdve tánctanárként Görögországban, akkor fuvarozó többek között, mindenfajta vendéglátási pozícióban helyezkedtem már. De mégis, ami nagyon megtetszett, ez kint Tenerifén, ez a utazás szervezés. Nekem 8-osztályos gimnáziumban jártam ott Nyírbátorban, és ott végeztem el egy idegenforgalmi sulit is. Sose gondoltam volna őszintén megvalva, hogy azt valamikor fogom használni, de így hozta pont a sors. Mivel már jó ideje nem Nyírbátorban éltek, ugye most már önálló családod van, hiszen feleséged van. Tehát a mostani napokban, hetekben, hónapokban, ha Nyírbátorba jönnél, akkor neked ez már egy egyel több utazást lenne az életedbe, hiszen már nem ott élsz. Az, ahol most élsz, az hogy lehetne elmondani, már az otthonod?
vagy átmenetinek érzed? Ez egy fura dolog, mert hogy mondjam ezt? Viccesen úgy szoktuk mondani, amikor megyünk Budapestre, ahol nekem a házam van, ahol anyukám él, hogy otthonról megyünk haza. Valahol már az otthonunk Tenerife is, de annyi helyen laktunk már az elmúlt időszakban, hogy nehéz meghatározni az otthon fogalmát. Persze, hogy ott van, ahol a feleségem, vagy éppenség alatt, ahol az édesanyám is, de ezáltal, hogy ez a két hely már rögtön két nem azonos hely, ezért nehéz meghatározni nekem egy picit így ezt az otthon fogalmát pontosan. Nem olyan nagyon régen látott napvilágot az a könyv, amiről egyébként az interneten már lehetett több felületen is olvasni, itt a megyében is például, a szom.hu-n is lehetett olvasni egyáltalán a tevékenységedről, illetve hogy most már létezik ez a könyv, amit a kedves feleségeddel, Krisztinával együtt hoztatok össze, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Bárki készített veletek interjút, mindenki megkérdezte, hogy miért csináltatok egy x-edik ilyen utazási könyvet, hiszen annyi könyv van már, Tenerife meg egyébként bizonyos értelemben egy kicsit a világ közepe, mert hogy egy gyönyörű hely, nagyon sokan szeretnének oda eljutni, jogos is, hiszen nagyon sok a látnivaló, és azt olvastam az egyik reakciódban, hogy éppen ezért hoztátok össze, hogy lehetetlen mindent megnézni, és ez egyfajta letisztult ajánlat az odaérkezők számára. Mennyi idő alatt jött össze ez a könyvecske, és meg tudod-e mondani, hogy most nagyjából hány látnivalót tártok az utazók elé ajánlatként? Igen, megpróbáltuk azt megcsinálni, hogy leszűkíteni tényleg az első kettő utazásra elegendő információra azt a hatalmas anyagot, amit mondjuk többi úti könyv úgy a utazni vágyók elő rak, úgymond. És mindenképpen azt szerettük volna, hogy ebben a könyvben egy letisztult formában benne legyenek azok az információk, amik tényleg erre az első két utazásra elegendő. Ami azt jelenti, hogy megpróbáltuk úgy megcsinálni ezt a könyvet, hogy tényleg a városokból is legyen benne legalább egy 5-6 város, akkor a nagyobb nevezetességekből is legyen benne minimum egy 5-6, és a fakultatív programokból, amiket szoktunk ajánlani, ezen kívül az ételekről is legyen szó benne, és valahogy úgy összehozni ezt a könyvet, hogy nem úgy, mint egy úti könyv, hogy éppenséggel a maszkáról van szó két sorban az 52. oldalon, három sorban a 38-on, hanem tényleg így egybe szépen kicsit beletömbösíteni az információt. Plusz ezek mellé mi QR kódokkal beletettük azokat az információkat, amik változó információk, mint például maga az, hogy melyik program mennyibe kerül, és hogy mikorra és honnan indul. Mert ezek azért tényleg folyamatosan változnak, és láttam, én is elolvastam az összes Tenerifei úti könyvet, mielőtt mi is megírtuk ezt a kis könyvünket. És voltak olyan információk benne, amik már rég elavultak, voltak pedig egy 2019-es kiadást olvastam. Szóval ezt semmiképpen nem szerettük volna úgymond megismételni. Szerettük volna azt, hogy tényleg azt az információt, ami nem csak úti könyves, mert hozzáteszem, hogy szakmai információkat is megosztunk, hogy hogy érdemes szállást foglalni, például leírjuk azt is, hogy mi általában a reggelit és a félpanziót szoktuk javasolni, mert azért ez nem egy Egyiptom, hogy all inclusive-ba kelljen lennie, mert akkor igazából vagy a hotel fogja egész végig látni, és így nem látja a szigetet, vagy tényleg a lényeg annyi, hogy nem szeretjük ezt ajánlani senkinek, és szerintem ez csak felesleges pénzkidobás lenne. És rengeteg ilyen kis hasonló információ van, ami rengeteg időt spórol meg az ügyfeleinknek, rengeteg akár még pénzt is ezáltal. Jól olvastam, hogy nektek fél évig tartott a nászutatok Tenerifén? Igen, mert mindenképpen
Hát úgy volt, hogy legelőször... Ez már céltudatos volt, ugye? Igen, igen. Úgy volt, hogy májusban jutottunk ki legelőször Tenerife-re, utána eljutottunk rá egy fél évre decemberbe is, meg akartuk nézni, hogy tényleg olyan jó az időjárás, ahogy mondták. Viszont már a következő, és akkor már rögtön el is döntöttük, hogy oda kell költözni. Viszont nekünk a következő évre már le volt tervezve az, hogy esküvőnk lesz. És akkor elhatároztuk, hogy jó, azt a fél évet még kibírjuk, ott Németországban, ahol éltünk. Viszont cserébe, hogyha már oda költözünk, Tenerife-re, akkor azt úgy fogjuk megtenni, hogy egy fél éves idézőjelben nászutas felfedezéssel. És hál' az Istennek ez sikerült megcsinálnunk. És ennyi idő alatt sikerült felfedezni a szigetet, hatalmas kapcsolati tőkét kiépíteni. Szóval hát nagyon szeretjük most is, mert akkor beleszerettünk teljes mértékbe, és ez a szerelem ez továbbra is tart. Hát biztos elhiszed, hogy nem vagyok irigy egy cseppet se, tehát most ez teljesen egyértelmű. Amikor azt mondod, hogy sikerült felfedeznetek a szigetet teljesen, ahhoz tényleg kellett ennyi idő, vagy nyilván úgy kell elképzelnünk, hogy azért nem mentetek minden nap. De hogy tényleg nagyon sok látnivaló van. Rengeteg látnivaló van tényleg a szigeten, mert tényleg annyi fajta táj van, hogy azt így el se lehet mesélni, meg tényleg ahányszor elmeséljük, aki még nem látta, azt nem is hiszi el. Mert van olyan, volt olyan is, hogy például február közepén lent fürödtünk 28 fokba a parton, és közben néztük a tejdét, ami 3700 méter magas, és havas volt a hegycsúcs. Hát ugye ez a Spanyolország legmagasabb pontja, igen. Amiről most beszélsz. Igen, igen, igen. És 28 fok volt lent a parton, fönt meg mínusz 11, és ez 20 kilométeres távolság egymástól, mármint légvonalba. Szóval ennyire tud szélsőséges lenni maga a sziget, és ezen kívül még tényleg 11 mikroklímája van, vagy még több is a szigetnek, és simán meg lehet az, hogy megy az ember egy szigetkört, és közben 4-5-ször változik az időjárás. Ott valamilyen zsákba azért bundakabát, kötött sál azért van, vagy nincsen rá szükség? Annyira nincs szükség rá, hogy én egész évben rövid nadrágban vagyok. Nagyon vicces volt pont, hogy volt egy hosszú nadrágom kint, de hát azt már nem is tudom, 2 éve szekrényben volt, és kivettem, és hát kinőttem, mondjuk úgy finoman fogalmazva. És amikor hazajöttem, akkor csak rövid nadrágot hoztam magammal, és pont mentem egy üzleti reggelire, és akkor mondták, hogy akkor hosszú nadrág. És akkor ugye akkor esett le, hogy annyira nem használok hosszú nadrágot, hogy tényleg még erre idézőjelben erre sem vagyok felkészülve. Na most ezt azért tudjuk, a klíma az nem csak ilyen öltözködés szempontjából befolyásolja a mindennapjainkat, hát elbírom képzelni, hogy az étkezésetek is megváltozott egy kicsit. Ez így igaz. Mondjuk úgy, hogy kint Tenerife-n teljesen más az étkezési kultúra, mint nálunk. Sokkal több tengeri herkentyűt esznek, ami mint magyaroknak, hát ez teljes mértékben hát más irányú. Igen. Mert hát nem is tudom, magyaroknál ilyen 1 kiló halat esznek, azt hiszem évente. Ott kint ilyen 25-30-ra megy fel a évi halfogyasztás per fő. Szóval mindenképpen teljesen más. És a zöldségek, gyümölcsök, ugye? Arról meg nem is beszéljünk igazából, mert kint rengeteg banánt lehet ott termesztenek is. És a lényeg annyi, hogy teljesen más ízvilága van. Míg itt ezt a kis fehér, kemény kis banánt lehet enni, ott egy ilyen narancssárga színű, olyan zamatos és olyan ízvilággal rendelkező banánt lehet megkóstolni, hogy el se hisz az ember, hogy ekkora különbség lehet két banán között, mondjuk úgy. Hát igen, amikor itt Európának ezen a részén javasolják gastroenterológusok esetleg, hogy hát tartsunk egy kis mediterrán diétát. Na hát ugye nektek ilyet nem is kell javasolni, hiszen ti minden nap hozzájuttok ahhoz a dolgokhoz, és tulajdonképpen ez áll a rendelkezésetekre. Ez a mindennapos, kiegyensúlyozott, hasonló hőmérsékleti közeg, ez kiegyensúlyozottá teszi az embert?
Szerintem nagyon, mindenképpen, sőt, annyira már én is észrevettem magamon, hogy ilyen párfok különbséget is annyira gyorsan észre tudok venni, még itt Magyarországon, meg teljesen más, pont itt is pár napja még 30 fokok voltak, most meg már 10 fokok. Szóval itt akkor a hőmérséklet különbség, hogy szerintem nagyon megviseli az embert, stressz hatásban is, ezért pont fordítottja. Kint Tenerifén viszont szerintem teljes még mértében stresszmentessé teszi az embert. Mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy hát azért kelet-európaiként odafurakodtok a tenerifei őslakosok közé, és nem ti vagytok az első, sem az utolsó magyarok, nekem is több ismerősöm is kint él, akikről tudok, hogy már évek óta ott vannak. Hogyan fogadnak? Tehát volt hely nektek is? Lehetőség? Rettentő kedvesek amúgy a helyiek, és őszintén megvalva a sziget meg teljes mértékben be van rendezkedve arra, hogy a külföldiek élnek közöttük. Hát pont olvastam egy tanulmányt, ahol a szigetről leírták azt, hogy 185 országból élnek ott emberek. Szóval talán a Tenerife a legnagyobb olvasztó tégeje a nemzeteknek idézőjelben, de rengeteg barátunk van, akik családos túl, több gyerekkel is költöztek ki, és ott is azt látjuk, hogy annyira szívesen várják az iskolába is a gyerekeket, hogy nincs semmi fajta probléma avval, hogy beilleszkedés, meg ilyesmi. Ha megkérdezem, hogy mikor voltál utoljára Nyírbátorban, így hirtelen beugrik? Őszintén megvalva, pont párommal beszéltük két nappal ezelőtt, azt hiszem, hogy olyan 3 vagy 4 éve voltam a Sárkányfürdőben vele együtt, még talán pont mielőtt kimentünk Tenerifére, akkor voltam azt hiszem utoljára. És milyennek láttad? Ugyanolyannak, mint amikor eljöttél? Vagy? Egy része ugyanolyan, egy része meg teljesen olyan idegen volt már. Láttam egy pár ismerős arcot, de azért rengeteg volt az új is már. És azért mégiscsak 20 év odakött téged. Mi az az épület, mi az a hely, ami elsőre beugrik, ami neked valami miatt nagyon fontos? Most nyilván itt a családi házatokon kívül gondolom. Hát nekem mindenképpen a Papukréti. Maga ugye a templommal, tóval és a harangtoronnyal mindennel együtt. Nekem az az egyik kedvenc részem, főképp, hogy azóta már nagyon sok minden kiépült ott, a sétány, meg ilyen dolgok is, és hát rengeteget járkáltunk ott, rengeteg kollégista barátom volt, szóval azt a részt nagyon még mindig a szívembe zárom idézőjelbe. És hát ezen kívül persze a főtér is, ott is rengeteg időt töltöttünk el, még fiatalként mondjuk úgy. És hát ugye, ahogy említetted, az ottani tanulmányait feltétlenül kellettek ahhoz, hogy a jövődnek ezt a részét és a mostani választott tevékenységedet megalapozzák. Hogy látod, most megtaláltad, ami neked jó? Igen, meg én azt mondanám, hogy sose gondoltam volna, mert amikor választottam azt a szakmát, akkor igen, érdekelt valamilyen szinten, de úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy azt fogom csinálni, és akkor egy ideig tényleg mást is csinál. És valahogy pont Tenerifén is nekem is volt ott egy tervem, amit meg akartam csinálni, de valami úton, módon az pont nem jött össze. És közben kialakult egy olyan kapcsolati tőkém, amivel ezt el tudtam indítani, amit most csinálok, ezt az utazás szervezést, és akkor jöttem rá igazából, hogy egész életemben ezt vártam, meg egész életemben ezt a modellt szerettem volna csinálni, úgyhogy nem is tudtam róla, csak így utólagosan, amikor így visszagondolok, hogy tényleg Görögországban is ott láttam, hogy működnek az utazás szervezők, és mennyire tetszett az, hogy emberekkel foglalkozni. Szóval mondjuk úgy, hogy egy olyan álom valósult meg, ami még nem is volt letisztázva bennem. Milyen nyelveket tanultál, meg most milyeneket használsz, idegen nyelveket? Igazából a Bátor István gimnáziumban tanultam, és akkor ott német-angol volt, amit erősen
oktattak nekünk. Igazából ezen kívül én még kint Görögországban akkor hozzá megtanultam a görögöt, és a németet megint csak hasznosítottam, amikor kint Németországban éltem, és még ezen kívül most a spanyol. Muy bien. Szuper. Hát ugye ez mindenképpen nagy gazdagságot jelent egy ember számára, az, hogy több nyelven tud beszélni. Sokat utaztok? Ez változó amúgy, pont ezt figyeltük meg mi is a párommal, hogy van olyan fél év, hogy éppenséggel idézőjelben ki sem mozdulunk a szigetről, most meg pont, hogy 3 hét alatt körbejártuk idézőjelben fél Európát. Szóval ez ilyen nagyon változó, megpróbáljuk mindig úgy alakítani, hogy a lehető legkényelmesebb legyen nekünk is és az ügyfeleknek is, hogyha éppenséggel nincs annyi ügyfél, akkor nyugodtan tudunk mi is tovább utazni más helyszínekre, de igazából ezen kívül már távolról is tudunk segíteni bármelyik ügyfelünknek is, mert most is volt olyan, hogy még itt utazgattunk Európán belül, hogy lett közben ügyfél, és kiment nyaralni, és mindent el tudtunk neki intézni, és bármi kérdése volt, tudtunk neki segíteni távolról is. Az, hogy évekkel ezelőtt egy szerelem kialakult a sziget iránt, és ez egy érdekes fordulatot hozott az életetekben. Mégis mennyi idő után igazolódott az be, hogy akkor valóban egy tök jó döntést hoztatok azzal, hogy ott ragadtatok? Hozzáteszem, hogy tényleg amúgy laktunk már jó pár országban párommal, és Tenerife azért nem egy könnyű hely, abból a szempontból, hogy mindenki látja a napfényt, a pálmafákat, az óceán. Mögé kell nézni, ugye? Igen, igen. Teljesen más nyaralóként és teljesen más ott élni. Viszont bárki, aki kijön nyaralni, annak 90%-a utána elgondolkozik azon, hogy hú, de jó lenne kint élni. Szóval rengetegen keresnek meg minket ezzel kapcsolatban is, és azt mindig el szoktam mondani nekik, hogy 3 dolog mindenképpen nagyon kell, hogyha kint szeretnének élni. Az, hogy minél nagyobb tőke legyen mögöttük, a spanyol nyelvtudás és minél nagyobb kitartás. Kint volt egy jó pár ember, aki azt mondta nekem, hogy 1,5 év után kezd el adni a sziget. És ezt észre is vettem, hogy tényleg így igaz, hogy 1,5 évig azért nem azt mondom, hogy nekünk is nem volt olyan, hogy néztem plafont éjszaka, hogy jó döntése volt-e, vagy nem. Mert tényleg nehéz pálya a Tenerife, mert ahogy mondom, mindenki ott akar élni, és ezért csak a krémje tud megragadni ott. De azt javaslom tényleg, hogy ha valaki oda akar költözni, akkor nagyon fontolja meg, és ebből a 3-ból a lehető legtöbbet hozza magával. Hát igen. Konkrétan a könyveteket mi hívta életre? A ti igényetek, vagy a külső igény? Mindkettőt mondanám, mert ezt akkor vettem észre, amikor már annyi ügyfelünk volt, hogy nem tudtam mindenkinek úgy segíteni, hogy kellett. Mármint abból a szempontból, hogy rengeteg információra voltak kíváncsiak, elindítottunk blogot, hírlevelet, és még mindig információ éhséget éreztünk az ügyfelek részéről, és ezért mondtam párommal, hogy mindenképpen jó lenne egy ilyen könyvet is megcsinálni. És ez csak magyarul van, Gábor? Ez egyelőre csak magyarul van még meg. Vagy jogos egyáltalán a kérdésem? Nem, jó a kérdés mindenképpen, mert szeretném majd későbbi ebben más nyelven is. Ügyfeleitek azok nem csak magyarok? Nagy részben magyarok vannak, de már volt tényleg az angoltól, az íren keresztül, még kínai kis csoportunk is volt már, szóval van több nemzet szülöttje is szóval az ügyfeleink között. Ezek az információk, ezek a információcsoportok, ezek mindenki számára hasznosak értékesek lehetnek. Onnantól pedig, hogy ugye QR-kódos rendszerben gondolkodtatok, azért lehet mondani, hogy ez már abszolút 21. századi kis utazási segítő kézikönyv, mert ami módosul, az ugyanúgy elérhető ennek a kis QR-kódnak a segítségével. Én borzasztóan örültem, amikor láttam ennek a könyvnek a borítóját az interneten, és megmondom, hogy miért, mert
ugye az utóbbi, itt már évtizedekről is lehet beszélni, tehát e-book és internet. Tehát ma már mindenki ebben gondolkodik. És akkor 2020-at írunk, és akkor Sajtos Gábor és kedves felesége kiadnak egy print terméket. Egy könyvet, egy kézbe vehető könyvet. Hát ma már az emberek jó részt okostelefonnal járkálnak, meg tabletekkel járkálnak, ahol mindent azonnal előhívnak. Ti mégis azt gondoltátok, hogy egy kézbe vehető könyvet hoztok a piacra. Én üdvözlöm, de vajon mi ennek az igazi oka? Mi mindenképpen amúgy tényleg könyvben gondolkoztunk. Hozzáteszem, hogy megvan nekünk is az e-book változata a könyvnek, mert mondták, hogy nagy igény van az e-bookra, ami valószínűleg igaz is, bár ahhoz képest, hogy hát a maga az előrendelés során mit tapasztaltunk, az a nekem is egy hatalmas meglepetés volt, hogy bármennyire is úgy volt az ár beállítva, hogy az e-book az egyértelműen olcsóbb, mégis a könyvet vették. Az embereknek szerintem most, hogy most kezdenek visszabillenni arra, hogy egy kicsit nosztalgia a könyv, hogy érinteni, az illatát érezni, én is imádom az illatát maga a könyvünknek is. És ez nem merül le soha. Igen. Ez meg a másik része. De nagyon szeretik tényleg az emberek, és most érkeznek ki, most is érkeznek ki ügyfelekhez a könyveink, és egyből küldik a fotót róla, töltik föl a Facebook oldalunkra, szóval én azt látom, hogy a könyvet azt nagyon szeretik. Szóval nem kell külön csak e-bookban gondolkodni bárkinek is, hogyha a könyvet szeretne írni. Tenerife titkai, vagy a Kanári-szigetek gyöngyszeme. Ugye a Kanári-szigetek része Tenerife. Jogos kérdés az, hogy ez mondjuk az első része valaminek, amit csináltatok, vagy ezt akartátok megcsinálni, ezt az egyet? Több szempontból is jogos a kérdés, mert mind még desztinációba is gondolkozunk még későbbi ebbe többbe, és mind még a Tenerife titkait is még szeretnénk majd folytatni. Szóval teljes mértékben jogos a kérdés. Tehát akkor számíthatunk arra, hogy további titkokat fedtek fel majd az utazni vágyók számára, és magyar nyelven feltétlenül. Igen, szeretnénk mindenképpen ezt folytatni. Ez azt is jelentheti, hogy akkor még ti sem ismertek minden titkot? Mondjuk úgy, hogy tényleg a kis szigetünk annyira rejtelmes, hogy minden egyes kis négyzetcentiméter tud extra titkot rejteni. És persze minden négyzetcentiméterét még mi se láttuk, mondjuk úgy a hatalmas százalékát már igen. És abban a nagy százalékban is van még rengeteg olyan hely, amit érdemes még beletenni egy könyvbe, szóval bőven van még több részre elegendő információ. Hát akkor most röviden a te 3,5 évtizededet úgy lehetne összefoglalni, hogy Nyírbátor, Budapest, valamelyik németországi város, görögországi település, és most Tenerife a nagy-nagy mérföldkő. Hát majd látjuk, hogy innen hova tovább vagy. Ez a végleges állomás. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm.